Ez a házas pár a 7 hónapos kislányát ringatja. Egy hete várakoznak a kelebiai tranzitzónában. Rajtuk kívül 110 migráns tartózkodik itt, jóval kevesebben, mint az előző napokban. Magyarország kedden életbe léptetett szigorításáról szinte már mindannyian értesültek. Ennek értelmében azokat az illegális bevándorlókat, akiket a határtól számított 8 kilométeres sávban fognak el a hatóságok, azonnal visszaküldhetik Szerbiába. Egy arcát nem vállaló, magát irakinak valló nő embertelennek tartja ezt az intézkedést. Nobody will like Hungary after that, because there is no humanity. I think there is humanity here in Serbia. But I'm sure there is more than in Hungary. Törvényesen 10-15 család juthat át naponta Magyarországra. Vannak, akik már egy hónapja Kelebián vesztegelnek. A szabadkai buszpályaudvaron egyre gyakrabban látni migráns csoportokat. Ők Kelebia helyett inkább Horgos felé veszik az irányt. Néhányan közülük már megpróbáltak átjutni a szerb-magyar határ ezen szakaszán. One group of armies and police stand near to the border when you enter, when you try to the border to enter, they lift dogs on you. A migránsok azt mondták, ők minden szigorítás ellenére is kitartanak céljuk mellett, hogy Nyugat-Európába jussanak. Sem határ, sem rendőrök nem tántoríthatják el őket, vélik a legtöbben.